Magyar Péter hangfelvétele nagyot szólt, a velünk a város politikusai is megszólaltak. Infopont nyílt, Miskolc-Tapolca a turistákért fejlődik. Top 10-ben a város kedvelt úticél Miskolc a 4 napos hosszú hétvégén. Jó estét kívánok, kezdődik a Miskolc Ma, a Miskolc TV híradója, már is jönnek a részletek. Hetek óta lázban tartja a közvéleményt a Magyar Péter jelenség. Varga Judit ex-férje körülbelül 1 hónappal ezelőtt tálalt ki a Partizánban. Azóta több mint 200 000-en követik az egyik közösségi média felületen, és hatalmas érdeklődés övezi az eseményeit. Kedden egy korábbi hangfelvételt is nyilvánosságra hozott, amiben ő és volt felesége hallható. A felvételből többek között az is kiderül, hogy volt igazságügyi miniszter elismerte, Rogán Antal kihúzatta magát a Schadl Völner ügy nyomozati irataiból. Az ügy kapcsán a Velünk a város politikusai is megszólaltak. Megígérte és megtette. Magyar Péter kedden hozta nyilvánosságra azt a tavaly évelején készült hangfelvételt, amelyen ő is volt felesége, Varga Judit hallható. A volt igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy Rogán Antal utasítására meghamisították a Schadl Völner ügy bizonyítékait. A korrupciós botrányra Velünk a város politikusai is reagáltak. Nem ez az első olyan eset már, amikor egy kiszivárgott hangfelvétel kell, hogy tanúbizonyságot adjon arról a magyar állampolgárok számára, hogy Magyarországon milyen módszerekkel vezeti az aktuális kormány ezt az országot. Nem ez az első eset, hogy azt látjuk, hogy maffia módszerek, manipuláció, hazugság és megtévesztés motiválja az ország vezetőit. Szarga Dénes szerint az a fajta korrupt működés, amely az utóbbi másfél évtizedben gyakorlottá vált Magyarországon, nem a magyar emberek, hanem kizárólag a kormány érdekeit szolgálja. Bazin Levente pedig a hangfelvétel kapcsán azt mondta, most már világosan láthatják a magyar emberek, hogy nem az ellenzék képzelgése, hogy ma Magyarországot egy maffia kormány irányítja. Azt gondoljuk közösen, hogy fel kell lépni ez ellen minden magyar embernek, hiszen a magyarok érdeke az, hogy ne lopják ki tovább a pénzt az emberek zsebéből, a magyar emberek pénzét, és az is az érdekünk, hogy az Európai Uniós források azok haza tudjanak jönni Magyarországra. A politikusok úgy gondolják, azokat kell támogatni, akik valóban a magyarokért és a miskolciakért hajlandóak tenni. Én magam is azt mondom, hogy fel kell, hogy emeljük a szavunkat. Fel kell, hogy emeljük a szavunkat a miskolciak érdekében, és tesszük mindezt demokratikus politikusokként, tesszük mindezt alternatívát nyújtani képes városvezetőkként. Szupkó Tibor hozzátette, bár rengeteg vita van a demokratikus oldal tagjai között, de abban egyetértenek, hogy ők kifejezetten a magyarok és a miskolciak érdekében végzik munkájukat. Magyar Péterrel a kilátóban is foglalkozunk. A híradó után 17 óra 25 perckor kezdődik közéleti magazinunk. Politológus vendégeinkkel beszélgetünk a közzétett hangfelvételről, lehetséges következményeiről, Magyar Péter leendő pártjáról, annak erejéről, a kegyelmi ügyről, a Fidesz jelenlegi helyzetéről, és nem utolsó sorban ezeknek a tényezőknek az önkormányzati választásokra tett hatásáról is. Június 9-e villámgyorsan közeledik, és addig el kell dőlnie annak, hogy Magyar Péter megjelenik-e politikai pártként, politikai szereplőként az európai parlamenti választáson, illetve ezzel párhuzamosan vagy emellett az önkormányzati választáson valamilyen szerepbe kerül-e. Ugye annyival könnyebb dolga van, hogy pártot alapítania, azt most el kell kezdeni a nulláról, és ezt valahogy fel kell építenie ezt a pártot, míg ahhoz, hogy az európai parlamenti választásra, míg ahhoz, hogy az önkormányzati választáson indulhasson, ahhoz elég akár egy civil egyesület is, és az sokkal egyszerűbb megoldani. Most az a kérdés, hogy neki milyen tervei lesznek. Turisztikai információs pontot adtak át Miskolc-Tapolcán. A Baravics sétány egyik pavilonjában működő pont nagypénteken nyit meg.
Itt a Turinform munkatársai helyben segítik majd az ide látogató kirándulókat térképekkel, kiadványokkal, Miskolc-Tapolcához kapcsolódó információkkal, programokkal. A turisztikai szakemberek már az ünnepi hosszú hétvégén is minden nap reggel 10 órától várják a miskolciakat és Miskolcra látogatókat. A Barabics sétány második számú pavilonjában nyílt meg a Miskolc-Tapolcai turisztikai információs pont, ahol az ide látogató kirándulókat segítik majd hasznos információkkal. Szerdán sajtótájékoztatón számoltak be az iroda létrejöttének jelentőségéről. Egy ilyen információs iroda, ahol jól felkészült és kedves ifjú munkatársak várják a vendégeket, az mindig többet ad, mint az, hogy bepötyögjük a Google-ba, és ott csak választ kapunk, mert itt mindig hozzáteszünk proaktívan valami egyéb ajánlatot is, és erre törekszünk nyilván itt a infopontban is. Térképek, kiadványok, ajándéktárgyak, Miskolc-Tapolcai programok és információk. A kirándulók az információs ponton mindent megtalálnak, ami ahhoz szükséges, hogy jól érezzék magukat Miskolcon. Szopkó Tibora, a polgármester, apró, de fontos lépésnek nevezte a most átadott információs irodát. És akár merre járok a világban, azért amikor be lehet egy ilyen helyre köszönni. Ilyen felkészült kolléganők tudnak segíteni a kérdéseimben, és kézzelfogható brosúrákkal tudom megtervezni az adott napomat, vagy a következő néhány órámat, akkor azért az számomra turistaként komfortosabb, és bármennyire is digitális világban élünk, hitem szerint a következő 10-20-30 évben igenis lesz még igényünk az ilyen típusú szolgáltatásra. A Miskolc-Tapolcai Őspark 2023-ban újult meg. Elkészült a Barabics sétány, a Túlsétány, új utcabútorokat raktak ki, és felújították a pavilonokat is. A Barabics sétányra beköltözött turisztikai pontot a belvárosi Turinform iroda szakmai útmutatása mellett működtetik majd. Bizonyította a Turinform, bizonyította amit már, hogy igenis itt a turizmus egy olyan frekventált és fontos területe a városnak, amelyet ők jól kézben tartanak. Nyilván nekünk még feladatunk az, hogy itt ehhez megfelelő támogatást, akár anyagi támogatást is próbáljunk nyújtani, illetve így egyéb szolgáltatásokkal segítsük a munkájukat. A turisztikai információs pont nagypénteken nyit, és a hosszú hétvége minden napján várja vendégeit. Szezonon kívül a hétfő kivételével minden nap reggel 9 órától, még nyáron a hét minden napján nyitva lesz. Elbúcsúztatták Szalai Pétert, az Alkotmánybíróság egykori tagját. A temetést a Miskolc Martinkertvárosi Jézus Szíve templomban tartották. Szalai Péter hosszantartó, súlyos betegség után március 14-én hunyt el. Budapesten született, majd az ELTE jogi karán summa cum laude minősítéssel végzett. Jogi szakvizsgát 1989-ben tett, oktató, kormány főtanácsos, majd a pénzintézeti központ jogi igazgatója volt. 2011 és 2023 között volt az Alkotmánybíróság tagja. Felesége révén ismerte meg Miskolcot, egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, lenyűgözte a környék szépsége, a miskolciak kedvessége. Munkatársai kedves, jó humorú embernek írták le, Szalai Péter 65 évet élt. Ünnepélyes megemlékezést tartottak Bánhidi József sírjánál a Mindszenti temetőben a Színház világnapja alkalmából. A színművész síremlékét a Honismereti Egyesület kezdeményezésére nyilvánította védetté a Miskolci Közgyűlés február 29-én. Bánhidi József 1939-től játszotta a Miskolci Nemzeti Színházban. Olyan előadások meghatározó szereplője volt, mint például a Bánkbán, Csongor és Tünde, de főszerepet kapott a Tanító úrban is. Mikita Gábor, színháztörténész, muzeológus a megemlékezésen úgy fogalmazott, Bánhidi sokoldalú és univerzális színész volt. 1949-ben megkapta az örökös tagság címet. Ő volt az első, aki a Miskolci Nemzeti Színház tagjai közül megkapta ezt az elismerést, és jó ideig az utolsó is, hiszen az államosítás követő évtizedekben ezt a címet már nem adták ki egy jó ideig. Ez egy elfelejtett cím lesz. Ez megint csak markánsan mutatja az ő városhoz kötődést. 124 éve március 31-én született Szabó Lőrinc. A Miskolcról származó Kossuth és József Attila díjas műfordító és költő számára az itt töltött gyermekkora után is szoros maradt a kapcsolata a várossal.
Emlékét közterület, iskola és irodalmi díj mellett könyvtár is őrzi. Születésének évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár udvarán az intézmény dolgozói. Az eseményen a Szabó Lőrinc általános iskola diákjai adtak elő műsort. Az ünnepség végén az iskola tanulói mellett a könyvtár munkatársai és Varga Andrea alpolgármester is elhelyezte az emlékezés virágait a költőt ábrázoló szobor előtt. Szabó Lőrinc, mint Miskolc szülötte, Miskolc számára szintén egy ilyen rendkívül fontos, kulturális örökséget jelentő személyiség volt. És amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan védjük, hogyan őrizzük az örökségeinket, akkor nagyon fontos azt látni, hogy ezek a múltbéli és jelenleg is meglévő hagyományok, ezek mind-mind a város identitását erősítik. Van képem hozzá címmel nyílt bemutatkozó fotókiállítás a Miskolci Nemzeti Színházban kedden. Az alkotó Kónya Máté a színművészek előadásainak lelkes nézője. Foglalkozik természetfotózással, azonban nagy szenvedélye a színházi pillanatok megörökítése is, ezért ebben a témában készült képeiből került ki válogatása falakra. A megnyitót Názasi Erika színművésznő és Méder Noémi a színház kommunikációs munkatársa nyitotta meg. A fotókiállítás április 18-áig látogatható a Nagyszínház előadásai alatt. Híradónk végéhez közeledve hívjuk fel nézőink figyelmét arra, hogy a szokásos műsorrendhez képest egy órával hamarabb indult napi adásunk folytatásában élő sportközvetítést láthatnak. A híradónkat követő közéleti magazinunk a Kilátó után 17 óra 55 perckor a DVTK arénába kapcsolunk, ugyanis a 18 órakor kezdődő DVTK Hunterm Elte Beat kosárlabda bajnoki negyeddöntő első találkozóját élő közvetítésünk segítségével izgulhatják végig a Miskolc Televízió nézői. A rájátszás első mérkőzésének félidei szünetében is számítunk figyelmükre, ugyanis az élő közvetítés részeként a Diósgyőri utánpótlás legfrissebb sikereiről kérdezzük Magyar Gergelyt, a DVTK Kosárlabda Akadémia igazgatóját. Csütörtökön szükség lehet az esernyőkre, és a szél is sokfelé erős lesz. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Nem sokára kezdődik a kilátó, utána pedig, ahogy korábban is hallhatták, a DVTK arénából jelentkezünk. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik, híradót legközelebb csütörtökön 18 órakor láthatnak. További jó tévézést, viszontlátásra!